A farmon. Ahó, gyerekek! Ahó! Na hát, micsoda gyönyörű kert! Van benne paradicsom, saláta, és mi is ez pontosan? Répa! Répa, hát persze! Mennyi finomság terem ebben a kertben? Szia, Eli! Eli, Eli, Eli! Keres, keres, Eli! Pokolyó szeretné, ha rákeresnél egy szóra a számítógépeden. Ültet! Ültet, ültet! Ültetni? Eli az ültetni szót keresi. Itt van Pato. Elültet egy magot. Csíha! Csodálatos! Még... Locsol! Pokolyó arra kér, hogy írd be a locsolni szót. Nézzétek, Pato locsolja a virágait. Köszönöm, Eli! Igen, köszönjük, Eli! Ügyes vagy! Mi az, Eli? Azt mondod, ideje leszedni a zöldségeket? Eli szerint először a paradicsomokat kell leszedni. A paradicsomok elszaladtak! Nézzétek, most már a saláta is mozog. A répák legalább még megvannak. Hoppá! Gyorsan! Kövessük a zöldségeket! Ajjaj! Állatos összekötősdi. Hello, Pokolyó! Á, értem, most csak a képre figyelsz. Tudod, mi ez? Kössük össze a pontokat, hogy kész legyen a rajz. Na és most, Pokolyó, most már tudod, milyen állat ez? Nem? Akkor kössünk össze még több pontot. Most már tudod, milyen állat ez, Pokolyó? Megmondanátok Pokolyónak, mi ez? Ez egy pók! Pók! Bizony, egy pók. Hát ez nagyon furcsa. Megmondanátok, mi ez? Saláta! És ez mi? Paradicsom! Ez egy paradicsom! Na és ez? Répa! Ez egy répa? Úgy bizony. Ez egy répa, ami mozog. Nézzétek, egy hangya. Egy csomó hangya. Oh,
kis barátaink nem lopták el a zöldségeket. Csak salátát készítettek belőlük. Méghozzá csodafinom salátát. Énekeljünk! I am a farmer, I have a garden, I have planted tomatoes. I am a farmer, I have a garden, I have planted lettuce. I am a farmer, I have a garden, and I have planted carrots. I'm going to water my vegetables, so we can eat them later. Paradicsom! Saláta! A mag. Ha-hó, Pokolyó! Ha-hó! Mi ez? Várjunk csak. Úgy néz ki, mint egy óriási mag. Ugye tudod, hogy mit csinálunk a magokkal, Pokolyó? Szerintetek ezt csináljuk a magokkal? A fejünkre tesszük. Nem! 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 Az italunkba tesszük. Igen? Nem! Nem, nem tesszük bele! Elültetjük. Igen! Elültetjük! Úgy bizony. Biztos vagyok benne, hogy hamarosan valami szép dolog nő ki abból a magból. Jól megvárakoztat minket, igaz? Tudjátok, a növekedéshez idő kell. Mi az, Pokolyó? Valami baj van? Jaj, értem már. Vécére kell menned. Addig vigyázunk a magra, jó? Siess! Ahó, Szundi madár! Szép kis mag, igaz? Várj, most mit csinálsz? Ugye így már jobb, Pokolyó? Remek, mert el kell mondanom valamit. Az a helyzet, hogy a magodat... Szundi madár! Semmi baj, Pokolyó. Szundi madár csak egy kis finomságra vágyott. Most már minden rendben van. Nézzétek, itt van Lula. Ha-hó, Lula. Ajaj, Pokolyó, ébredj fel! Ébredj! Jajaj. Talán, ha ti is kiabálnátok velem, fel tudnánk ébreszteni Pokolyót. Mehet? Ébredj, Pokolyó! Ébresztő! Ja, értem. Lula csak játszani akart.
Így tényleg biztonságban lesz a magot pokolyó. Ahó, Pato! Jaj, Pato, tudom, úgy néz ki, mint egy tojás, de ez igazából egy... Ajaj. Mi ez? Na, így most már tényleg biztonságban lesz a magot pokolyó. Senki sem tud hozzáférni. Nézzétek! Csodás! Ha-ho, Eli! Vigyázz! Ó, hát ez nagyon nem jó. Jaj, pokolyó, Eli nem szándékosan lépett rá a virágodra. Őt viszont elkapta a csapdád. Nem. Ajaj, Lula! Hű, nézzétek csak! Mennyi mag! Megmondja valaki pokolyónak, mi lesz ezekből a magokból? Virág! Egy csomó virág! Úgy bizony, sok-sok virág! Jut belőlük mindenkinek! Éljen, pokolyó! Ó, és persze, éljenek a barátok! Pápá, nem sokára találkozunk. Pokolyó! A varázslatos locsolókanna. Micsoda hőség van ma pokolyó világában. Nézzétek csak, ott van Eli. Próbál hűsölni. Ahó, Eli! Te sem láttad még ma pokolyót, igaz, Eli? Ez furcsa. Általában szereti ezt a nagy forróságot. Tudom már, biztos Patóval van. Szia, Eli! És ott van Pato. Úgy látom, ő is hűsöl. Pato, nem láttad véletlenül pokolyót? Bocsánat, Pato, de ez nem volt, vagy... Elnézést, Pato, de még most sem értem pontosan, hogy mit akarsz mondani. Jól van, hát akkor tovább keresem. Elnézést a zavarásért, Pato. Vajon hol lehet pokolyó? Na végre megvagy! Ha-ho, pokolyó! Ha-ho, Lula! Ha-ha! Nézzétek, pokolyó zenélő virága! Virág! Zene! Pokolyó nagyon szereti a zenélő virágát. Tudtátok, hogy... Szóval szerintem a világon egyedül csak pokolyónak van zenélő virága. Úgy látszik üres pokolyó. Még zene? Igen, jó lenne hallgatni még egy kis zenét. De pokolyó, hogy tudna zenélni a virágot, hogyha üres a locsolókannád? Tud valaki segíteni pokolyónak? Hozz még vizet! Még vizet!
úgy látszik, a vízcsap is elapadt ebben a nagy forróságban. De legalább a kannát megtöltötted, hogy meglocsolhasd a virágodat. Virág. Szegény Pátó, biztos szörnyen szomjas. Ó, Pokolyó, ez nagyon kedves tőled. Adtál egy kis vizet Pátónak. Virág. Vajon mire készül? Értem már. Eli ebben a nagy hőségben egy finom hűsítő fürdőre vágyik. Remek ötlet! Az elefántok mindennél jobban szeretik a finom hűsítő fürdőt. Ajjaj, nem maradt víz. Lőttek Eli fürdőjének, pedig annyira készült rá. Pokolyó, ez aztán a jó cselekedet. Eli már is sokkal jobban érzi magát. De most nem kellene a... Virág. Ajjaj. Úgy látszik, Pokolyó az összes vizet elhasználta arra, hogy segítsen a barátain. De most a virágnak nem maradt víz. Ne félj, Pokolyó. Szerintem valaki segíteni fog rajtad. Azt hiszem, az a valaki már el is indult. Megmondanátok Pokolyónak, hogy ki jön? Eli és Pátó! Hát ez nagyszerű. De szerintem a virágnak több kellene. Zene. Csíha! Hát ehhez mit szóltok? Úgy látszik, olyankor, amikor a barátok segítenek egymáson, varázslatos dolgok történnek. Éljen Pokolyó! Pápá, nem sokára találkozunk! Gyerünk, Pokolyó! A kert. Ha-ho, Pátó! Micsoda gyönyörű kert! És micsoda gyönyörű virágok! Virágok! Úgy bizony! Ezek virágok! Ültetek! Virágot ültetsz, Pokolyó! Pátó szerint, ha virágot akarsz ültetni, Pokolyó, el kell olvasnod a könyvet. A Mars Fivérek műsora. Növény. Locsoló kanna. Locsoló kanna, ez egy locsoló kanna. Virágok. Virágok.
Nagyszerű! Aha! Ha virágot akarsz nevelni, először gondosan el kell ültetned egy magot. Utána meg kell locsolnod. Egy csésze víz. Remek. Ajaj. Fény is kell neki. Jól van, Pato. Pokolyó, nem kellene gondoznod a magot? Nézd, Pokolyó, növekszik. Állatos összekötősdi. Ahó, Pokolyó. Á, értem. Most csak a képre figyelsz. Tudod, mi ez? Kössük össze a pontokat, hogy kész legyen a rajz. Na és most, Pokolyó, most már tudod, milyen állat ez? Nem? Akkor kössünk össze még több pontot. Most már tudod, milyen állat ez, Pokolyó? Megmondanátok Pokolyónak, hogy mi ez? Egy oroszlán! Egy oroszlán! Egy oroszlán! Oroszlán! Pokolyó, látni szeretné a virágodat, Pato. Rossz virág! No, Pokolyó. Erről nem a virág tehet. Pato mondta, hogy nézd meg a könyvet. Így már jobb. Megmondanátok, mi ez? Egy virág! Ez egy virág! Ez egy virág! Egy virág! Virágok! Sikerült, Pokolyó! Szerinted...
Igen, látom. Összebarátkoztatok, igaz? Pokolyó, tudod-e, mi a neve ennek a gyönyörű állatkának? Segítenétek Pokolyónak? Tudja valaki, hogy mi ez? Pillangó! Ez egy pillangó! Pillangó! Úgy bizony! Ez egy pillangó! Pillangó! Csíha! A pillangó felröppent! Pillangó! 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 Jaj, várj, Pokolyó! Szerintem... Pillangó! Ahogy mondtam, Pokolyó, szerintem könnyebb lenne, ha... Pokolyó! Pokolyó, várj! Szerintem... Pillangó! Úgy látom, Pátó épp tornázik. Pokolyó, szerintem próbáld egy egész kicsit... Pillangó! Pillangó! Csöndesebben. De hová tűnt Pátó? Pátó! Pátó, hát itt vagy! A pillangó arra felé szállt el, Pátó. Gyerünk, lessük meg, most merre felé röpdös az a pillangó. Tű, hisz ez itt Eli? Jót szúnyókál a napon. Pokolyó, szerintem az lenne a legjobb, hogyha... Csíha! Ott van! Pillangó! 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 Tudod, hogy a szundi madár miért mondta azt, hogy ssss? Meg tudja mondani valaki, mit jelent az, hogy ssss? Csönd! Maradj csöndben! Úgy bizony! Okos vagy, Pokolyó! Azt jelenti, csak csöndesen. Remek ötlet! És az a helyzet, hogy én is éppen ezt akartam tanácsolni az előbb, amikor... Ja, igen, bocsánat. Tudjátok, a pillangót a legkisebb zaj is megriasztja. Thank you.
Úgy bizony, mindenki maradjon csöndben, nehogy elriasszuk a pillangót. Nagyon jó. Éljen pokolyó! Hoppá. Igen, bocsánat. Éljen pokolyó! Pápa, nem sokára találkozunk. Gyerünk, pokolyó! Kempingezés. Mi folyik itt? Ez egy sátor, egy hálózsák és egy függőágy? Ja, értem, kempingeztek. Nagyszerű. Elemlámpa. Jó ötlet. Hamarosan este lesz. Elinek is van elemlámpája. Pato, hoztál elemlámpát? Mit gondoltok, ez elemlámpa? Nem, ez egy virág. Virág. Ez egy virág. Ez elemlámpa? Ez egy gumikacsa. Az micsoda? Elemlámpa! Úgy bizony, elemlámpa. Ügyes vagy, Pato. Ajjaj. Csendes pihenő Szundi madárral. Függőágy. Függőágy! Egy sátor? Ajjaj. Sátor! Egy hálózsák. Hálózsák. Szia! Hálózsák! Hát, pokolyó csak játszott. Jó ét! Ég. Ez nagyon ijesztő, Pato. Pokolyó, megijesztettél. Ez aztán rémisztő. Ideje ágyba bújni. Ajaj, mi volt ez? Pokolyó, Pato hallott valami rémisztő hangot. Már megint? Ne féljetek, szerintem nincs ott semmi. Számolósdi! Egy! Kettő! Ideje ebédelni egy jó. Úgy látom, Pato már tudja, mit rendel. Két banánt. Nagyszerű. Két banán. Ajaj. Akkor mit szólnál inkább? Két ananászhoz. Két ananász.
két ananász. Jaj, szegény Pátó. Megmondanátok Pátónak, hány szív van itt? Kettő, két szív. Úgy bizony, kettő. Végre reggel van. Jaj! Megint hallom azt a hangot. Megmondanátok a barátainknak, honnan jön a hang? A fáról! A fáról jön! Hiszen ez csak szundi madár, aki csöppet sem rémisztő. Hát, ideje összecsomagolnunk. Hosszú éjszaka volt. Énekeljünk! Az én kertembe. Ha-ho, Pokolyó! Ha-ha! Láttad? Tudod, mi volt az? Megmondanátok Pokolyónak, hogy mi ez? Egy régi kerék! Egy kerék! Úgy bizony, ez egy régi kerék, amit eldobott valaki. Mi ez? Egy rossz vekker óra. Mit csinálsz vele? Ja, értem. Szóval eldobod. Hát, miért is ne? Még! Még? Úgy látom, Szundi madárnak is van olyan szemete, amitől szeretne megszabadulni. Tyűha, de belejött mindenki. A takarítás jó mulatság is lehet. És az nagyon jó érzés, amikor megszabadulunk a sok kacattól. Mi ez? Valentina! Ajjaj, sajnos a küszöböd egy kicsit szemetes lett. Pátó, az előbb a tengerbe dobtad a szemetet. Finom illata van a tojásnak, igaz, Polip? Tudom, Polip. Senki sem örül, ha szemetet dobnak a tojásába. Hogy fogtok megszabadulni ettől a sok szeméttől? Tyha!
még több szemét. Egyetértek, Pokolyó. Én sem szeretem, ha szemét hullik az égből a kockáimra. Ti örülnétek, ha egy szemét kupac mellett kellene játszanotok? Nem! Nem örülnék! Mit csinálsz, Pokolyó? Értem már. Elhatároztad, hogy követed a szemét útját, és kideríted, hová megy. Jó terv. Megy a szemét körbe-körbe. Mert mindenki tovább dobja valaki másnak. Úgy látszik, az nem segít, ha szétdobáljuk a szemetet. De akkor mit csináljunk? Szerintem Pokolyó rájött, hogyan lehetne megoldani ezt a problémát. Micsoda zseniális megoldás! Ahelyett, hogy kidobnánk a szemetet, te kitaláltad, hogyan lehet hasznosítani. Éljen, Pokolyó! Éljen a csapatmunka! Pápá, nem sokára találkozunk! Pokolyó! Csillog, csillag! Ó, milyen szép az este! Fényesen ragyognak a csillagok. És ha nagyon odafigyeltek, még a hangjukat is meghallhatjátok. Értitek már, mire gondolok? Igen. Mindenki ágyba bújik. Lula és Pato. Nézzétek, ott van Pokolyó és Eli. Ahó, Pokolyó! Ahó, Eli! Ahó! Úgy látom, ők is aludni készülnek. Hallgatják ezt az édes csillag csilingelést. Ajjaj! Ez nem hangzik valami jól. Pokolyó, Eli, tudjátok, hogy mi ez? Na és ti? Meg tudjátok mondani Pokolyónak és Elinek, hogy mi ez? Egy csillag! Csillag! Csillag!
csillag. Hű, ez csodás, Eli. De tudod, az a csillag leesett. Igen, gyönyörű, Eli, de annak a csillagnak az égen a helye. Nézd! Ajjaj, Pokolyó! Próbáljuk meg utolérni Elit, hogy elmondhassuk neki, mi a helyzet ezzel a csillaggal. Ott van. Eli! Eli, várj! Ajjaj! Ez jó ötlet. Pato vajon látta Elit? Pato! Eli! Vajon hol bujkálhat Eli? Szerintem Pokolyó nem láthatja. Meg tudja valaki mondani Pokolyónak, hogy hol van Eli? Jaj, szegény szundi madárka. Hát mi a baj? Nem tudsz aludni? Nem, miért nem? Szerintem szundi madárkának hiányzik a sok-sok csillag ragyogása. Esténként az ringatta álomba. Eli szerintem mindenki nehezen alszik el a csillagok ragyogása nélkül. Azt hiszem, Eli szeretne még egy percig együtt lenni a csillagával. Ó, köszönjük, Eli! Ez kedves tőled! De hogyan tesszük vissza? Oda fel! Ó, igen! A zummantóval! Nagyon jó! Ajaj, vigyázz! Ényi, visszakerült a helyére. Ügyesek voltatok mindannyian. Most a világon mindenki gyönyörködhet a csillagban. Veletek együtt. Ugye ez jó érzés, Eli? Éljen, Eli, és éljen, Pokolyó! Jó ét, nem sokára találkozunk. Pokolyó! Titokzatos lábnyomok. Ha-ho, Pokolyó! Ha-ha! Mondd csak, mit csinálsz? Követed valakinek a nyomát? Vajon kinek a lábnyomai lehetnek? Elég aprócskák. Azt hiszem, tudom.
pontosan akkorák, mint Pokolyó talpa. Segítene valaki Pokolyónak kitalálni, kinek a lábnyomai ezek? Pokolyói! Ezek Pokolyó lábnyomai! Igazuk van. Pokolyó, a saját lábnyomaidat követed. De mi ez? Nézd, újabb lábnyomok. És a lábnyomok gazdája biztos, hogy nem hord cipőt. Sőt, szerintem neki nem is talpa van, hanem tappancsa. Kinek a lábnyomai ezek, tudod, Pokolyó? Mondd csak, a te lábnyomaid, Pokolyó. Segítene valaki Pokolyónak kitalálni, kinek a lábnyomai ezek? A kutyái! Lulái! Igazatok van, Lula lábnyomai! Tudjátok, előfordul, hogy lábnyomokat vagy más nyomokat hagyunk magunk után, amikor például a vízparti homokban sétálgatunk. Tűha, ezek aztán titokzatosak. Kinek vagy minek a lábnyomai lehetnek? Kerek. Igen, kereknyomok. Nagy. Igazad van, jó nagyok. Sokkal nagyobbak, mint a te lábnyomaid, Pokolyó. Nagy kerek talp. Vajon kié lehet? Pokolyó, tudod, hogy kinek a lábnyomai ezek? Meg tudjátok mondani Pokolyónak, hogy kinek van ilyen nagy kerek lábnyoma? Igazatok van! Pokolyó barátjának, Ellinek a lábnyomai. Ahó, Eli! Eli, te aztán tényleg nagy lábon élsz! Van valaki, akinek nagyon-nagyon érdekesek a lábnyomai. Ahó, Pato! Úszni mész? Miféle nyomok ezek? Nagy! Igen, a nyomok gazdájának hatalmas nagy lába van. Még Eliénél is nagyobb. És bárki legyen is az, úszó hártya van a lábán. Szóval bárki is hagyta ezeket a nyomokat, az biztos, hogy nem kisfiú, kutya vagy elefánt volt. Igaz, Pokolyó? Akkor vajon ki lehet? Szörny. Jaj, nem! Pokolyó, szerintem biztos, hogy nem szörny. Pokolyó? Pokolyó, ha esetleg megnéznéd a... Pokolyó. Tudom, hogy most azt hiszed, nagyon közel van az a szörnyeteg. De hidd el, nem kell megijedned. Nézd, Pato, hát nem furcsa? A nyomok közvetlenül mögötted vannak. Látod, ki hagyta ezeket a rémisztő nyomokat, Pokolyó? Meg tudjátok mondani Pokolyónak, kinek a talpa illik bele ezekbe a nyomokba?
látható. Végig pátó volt az. Úszni ment, és így slattyogott az uszonyaiban. Éjjel, Pokolyó! Megfejtetted a hatalmas szörnyeteg rejtélyét. Okos vagy. Pápá, nem sokára találkozunk. Pokolyó! Pátó festményei. Ha-ho, Pokolyó! Ellinél egy vödör van? Á, értem. Egy képen dolgozik. Elég furán fest. Mi az? Majom. Majom hangot hallasz? Megmondaná valaki Pokolyónak, hogy ez tényleg majom-e? Nem, ez nem majom. Úgy bizony, ez nem majom, hanem szundi madárka. És nézzétek, ő is fest. Kitűnő. Tyha, és Polip is egy festményt készít. Mit festesz? Ó, még nem tudod. Értem. Pato, te nem festesz valamit? Talán igen, talán nem. Úgy látszik, Pato nem tartja jó játéknak a festést. Aha, ideje megrendezni a nagy kiállítást. Szundi madárka már hozza is a finomságokat. Nyam, de jó. Tű, itt van Eli festménye. Szerinted milyen, Pokolyó? Gyönyörű, nagyon erős. Aha, ez meg biztos szundi madárka festménye. Mi az, Pokolyó? Azon gondolkozol, milyen szavak illenek a leginkább ehhez a képhez? Hát persze. Vibrál, életerős, lendületes. Vigyázz, szundi madárka! Ne izgasd fel magad túlságosan! Á, itt van Polip műalkotása. Pokolyó arra kíváncsi, hogy mi akar ez lenni, Polip. Á, de értem, igen. Aha, persze. Azt mondja, hogy irka-firka. Ez pedig szundi madár festménye. Mit gondolsz, Pokolyó? Őszinte, igaz? Pato, végül mégis úgy döntöttél, hogy festesz valamit. Megnézhetjük. Mi? Pato, ezt te festetted? Hogy több is van? Tűha! És van még? Hadd nézzük! Ezeket mind te festetted? Csodálatosak! Festenél most nekünk is egyet? Kérlek, Pato, annyira szeretnénk nézni munka közben. Ugye ti is szeretnétek látni, hogyan fest, Pato? Igen! Fess egy képet, Pato! Nincs hozzá megfelelő anyagod? Az nem gond. Parancsolj, egy szép fehér vászon. Szomjas vagy? Parancsolj.
Jól van, Pató. Készen állunk. Kápráztass el minket. Ajaj. Pató, nem te festetted azokat a képeket, ugye? Jól van. Elmondom most, mit csinálunk. Először is visszavisszük a képeket oda, ahonnan hoztad őket. Nagyszerű. Itt egy szép üres vászon. Próbáld meg. Jól van. Nem szeretsz festeni. Akkor mit szeretsz? A virágokat. Igazad van, csodaszépek. Mi lenne, ha lefestenéd őket? Nem? De hát nincs mitől félned. Nézd, Pokolyó rajzolt egy gyönyörű virágot. Pató, ez az! Festettél egy igazi festményt! Méghozzá egy kitűnő képet. Ez csodálatos! Ugye örülsz, hogy megpróbáltad? Éljen, Pató! És éljen, hogy belevágunk az új dolgokba is! Pápá, nem sokára találkozunk! Magyar hangok. Galambos Péter. Kis Vidadorka. További magyar hangok. Kalmár Lili, Tóth Luca, Nagy Gereben, Pál Dani. A szinkront a KEDD megbízásából a Masterfilm Digital készítette.